nem úgy van, hogy csak oda megyek és akkor belül az elemet és szépen lezárom a karját és eldobom. Ez van a gyakorlás közben a mesében. De a valóságban, a küzdelem közben ilyen nincs, hogy neked oda benyúlnak és te lezárod és eldobod. Ilyen nincs. Arra kell figyelni, hogy néha ellenfordul, hogy az ellenfél kinyúl. Ezt kell kihasználni, szépen le kell zárni a karját kívülről. Nézzétek, nincs a könyököm kint. Szorul a könyök, nem lehet, szépen magam hosszorítom az ellenfél kezét, hajlatba, és innen tudok majd befordulni és dobni. Nyilván ellentétes lábam a láb között van, és mind a két lábbal, páros lábbal fogok beugrani a lábak közé, és úgy dobom el. Dérikoma, ne úgy állj oda, hogy így vigyázásban a birkózó az így áll. Arra figyeljünk, hogy sokszor hiba szokott az lenni, hogy befordultok, csak az a baj, hogy úgy fordultok be, hogy ezzel a lábbal ide, ezzel meg megközítek ezt a lábát. Azért nem jó, mert nem fogod tudni eldobni az ívistat, meg az ív, ami kell a dobásnak. Jó? Mindkét lábot be kell esnem az ellenfél lába közé. Na, szóval elkezdődik a birkózás. Mozgatás. Mozgatom. Látjátok, kinyújt. Ebben a pillanatban rögzítem a karját az ellenfélnek. Innen lehet majd befordulni és dobni, jó? Csak hogy legyen egy kis küzdelem az elején, hogy érezzétek azt, hogy milyen ütköz. Csak ilyenből jó? Indítjuk, nem az, hogy odaállunk, és oda teszünk. Na. Mutatom egybe. Közel megyek, villentem, és lezár. Fontos a lezárás. Arra figyelj, hogy amikor dobod, gyere! Állj föl! Amikor dobod, innen, nézek, ide kell beesnem. És az ellenfélnek a lábát próbálom megnézni, úgy lesz szíve a dobásnak. A két testnek össze kell érni. Ha nem a levegőt, indítom. És lezár. Jó? Oda kell bepat, mit röhögsz? Na, Feri bácsi. Figyelj, birkózok. Mikor megvan a kép, egyet mozdítsatok rajta, hogy az egyensúlyi helyzetéből kilátsak. Akkor sokkal könnyebb lesz bepatva. Jó? Nyilván helyet kell csinálni neki. Lássák, csináld meg úgy, hogy ráncs rajta egyet, hogy idétek. Közel megyet, mutkatom, tántok, csak úgy fordulok be és dobom, jó? Hát ki?